Verőfényes napsütésben már-már tavaszi időjárási körülmények között rendezték a Fehérvári úti stadion műfüves pályáján a Paksi FC 2 második téli felkészülési mérkőzését. Az ellenfél a szintén az NB3 középcsoportjában szereplő Komló volt. A tabella őszi sorrendje alapján hazai győzelemre volt kilátás, de az edzőmeccseken a gyakorlás és nem az eredmény a legfontosabb. Nem foglalkozunk az ellenfél soha, ha az első, ha játszunk az utolsó, ugyanez a stílus, ma mi vagyunk az utolsó, ugyanez a stílus próbálunk játszani, hogy én nagyon tisztelem a Paks, mert ugye itt vagyok 20 év Magyarország, és mindig az egyik legpatinás klub volt a régióval, de mi saját magunkban foglalkozunk, hogy mindenképpen én támadó foci szeretem játszani, és nem kiúzni kevés gól, megy egy X-re, nem az jöttünk ide ma a reggel se. Nagyon örülünk, hogy három saját nevelési játékos, a Bognár Dávid, a Nagy Ád és a Simon Márk csatlakozott a törökországi M1-es csapattal az edzőtáborba. Jó visszhangokat hallottam vissza róluk, tehát örülök neki. A kényszer szült a legjobb megoldást itt is, addig 4-5 fiatal főhoztam az ifi csapatból, és akkor így ők is kaptak lehetőséget, úgyhogy... Még egyszer mondom, a kényszer szült a legjobb megoldást. Ennek is nagyon örülök, hogy most 90 percet tudok játszani. Mondom, azért dolgozok, hogy minél előbb oda kerüljek, hogy már ott is figyeljenek rám, ott is tűzközelségbe kerüljek. Jönni fog a lehetőség, bízom benne, én dolgozok érte, és ezzel nem lesz probléma szerintem. Az edzőmeccsen a 27. percben büntetőből Bagó Patrik volt eredményes, majd a 42. minutumban Kesztyűs Máté egy kötényt követő szépségdíjas találatával már 2-0 volt az állás. A szépítő gól Rein Bence nevéhez fűződik, ami még szintén az első félidő történése volt. A térfélcsere után már csak kihagyott lehetőségeket, köztük egy 11-es jegyezhettünk fel, így a végeredmény Paksi FC 2, Komló 2-1.